Jászberényből a Lehel vezér térről jelentkezünk, ahonnan nem sokára indítják a Tour de Hongrie 5. befejező szakaszát. Már is kérdezem a verseny főszervezőjétől, hogy hol is tartunk, hogyan érkezett ide a mezőny. Nagyon kemény héten vagyunk túl. Azt gondoltuk, hogy egész héten kánikula lesz, ehhez képest időjárás nagyon megviccelt minket, hiszen szombathelyi nagyon szeles prolog után volt egy rendkívül viharos, nagyon-nagyon viharos napunk, amikor Keszthelyi rajta a verseny indult Zalaegerszeg felé, és a versenyféltem, hogy le kellett állítanunk, mert a szélvihara nem csak szél, hanem a óriási jégeső az útra hordta, rádöntötte a fákat, ezért a versenybaleset veszélyessé vált, és le kellett állítanunk. Ezt a szakaszt törölnünk kellett. Aztán egy siófoki nap következett, ahol a siófokra érkezés után beérkeztünk egy szétházott siófoki körpályára, ahol nagyon sok bukás volt a pályán. Elég és stresszes volt az első két komolyabb, hosszabb nap. Aztán jött egy ceglidi, nagyon szép, gyönyörű verseny. Egy ilyen hosszú verseny volt, egy nagyon szép körpályás befutóval ceglidét főterén. És a királyátap tennap Miskolcon egy varázslatos verseny, a sportág ünnepe volt, és egy óriási verseny volt a hegyen, a Bükk emelkedőin és a lejtőin. És ami még érdekesebb, hogy magyar sikerünk is van, hiszen Peák Barnabás egy 19 éves, nagyon fiatal versenyző a második helyen áll a versenyben az elmúlt 5 nap alapján. A hazai nemzetközi körversenyen 6 magyar csapat állt rajthoz, de voltak honfitársaink külföldi együttesekben is. Köztük Lovasi Krisztián, aki egy luxemburgi team tagja. A prologon ott 8. lettem, azt szerintem jól sikerült, nem kockáztattam túl sokat, ahhoz képest, hogy az első 10-be zártam. A második szakaszt az ugye félbeszakították a vihar miatt. A harmadik szakasz az nagyon kaotikusra sikerült, ugye a végén eltévedtünk a városban, rossz felé vitt minket a motoros, illetve nem volt egy sarkon útzár. Krisztián 4. napja már ismét jól sikerült, és csapata is a második helyen várta a berényi rajtot. Honfitársa Peák Barnabás viszont egyénileg állt a második helyen az összetett versenyben, mindössze 2 másodperc hátránnyal. Érthető módon nagyon izgult, így az ő lehetőségéről is Krisztián nyilatkozott. Én kívánom neki, hogy sikerüljön, ez egy óriási előrelépés lehetne neki is, ugye, és esetleg lehetne újra egy magyar versenyzőnk a World Tourban, ami egy óriási szó lenne. Ugye neki megvan most minden lehetősége hozzá, fiatal is, erős is, reméljük, hogy sikerül neki. Míg a versenyzők készülődtek, hangoltak a rajtra, egyre többen gyűltek össze. És a szervezés jó voltából nem is unatkoztak, sőt, látványos műsor szemtanúi lehettek. A remek hangulat megteremtéséről elsőként a Dance Fitness-ese táncosai gondoskodtak. Őket két fiatalember váltotta az aszfalton, akik igen ügyesen bűvölték a futballlabdát. Láthattunk egy mini kerékpár versenyt is. Sőt, egy futóversenyt is beiktattak a rendezők, a gyerekek nagy örömére. A legnagyobb sikert mindenképpen a Trial Quartet bemutatója aratta a kerékpárosok indulása előtt. Jászberény polgármestere természetesen nagyon örült a kilátogatók sokaságának és a remek hangulatnak. A főtér magának, mint rendezvényhelyszínnek demonstrálja az alkalmasságot, az pedig, hogy egy ilyen országos program, ráadásul a befutó szakasznak az indulását tudjuk innen most majd megtekinteni, szemlélni, hát ez meg egy kiváló alkalom, úgyhogy örülök neki, hogy ilyen sokan együtt vagyunk, és az idő is jó, úgyhogy az eredmények is legyenek jók, magyaroknak is, külföldieknek is, mindenki számára. Már csak 86 kerékpáros állt rajtoz július 2-án vasárnap Jászberény főterén. Az eddig eltelt 5 nap alatt ugyanis 20 versenyző esett ki a küzdelemből. Mivel közeledett az indulás, sorban le is adták jelentkezésüket a versenybizottságnál. Az összetett verseny 2. helyén álló Peák Barnabás a 2 másodperces hátrányát mindössze 2 szóval kommentálta. Csak egy kérdésre maradj. 2 másodperc. Sok vagy kevés? Pont elég. Már a rajt előtti pillanatok is nagyon látványosak voltak a Lehel vezértéren. Először a felsorakozott motoros kísérők indultak szépen egymás után. Majd a szervíz és kiszolgáló gépkocsik is útra keltek. Miután minden elrendeződött, következett a Tour de Hongrie 5. szakaszának rajtja, pontban 14 óra 45 perckor a városháza elől. Mintegy 4 óra elteltével pedig a fővárosban értek célba. A befutás után kiderült,
hogy Peák Barnabás megőrizte az összetett verseny második helyét, és a legjobb U23-as versenyzőnek járó különdíjat ő kapta városunktól, amit Hajnal Nagy Gábor alpolgármester adott át részére. A 38. Tour de Hongrie egyéni győztese a kolumbiai Daniel Jaramillo lett.